Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm a figyelmet. A címen picit finomítottam. Az 1956-os forradalom, mint válság és az új egyházpolitika korlátozott modernitása. És hát el is kezdeném azzal, hogy a sztálinizmus, mint olyan, és az arról szóló viták gyakorlatilag már jóval az 1956-os forradalom előtt megindultak. Egyrészről ugye a Komintern a 30-as évek második felében végbe ment 7. kongresszusán meghirdették a Népfront politikát, ami vitákra adott okot a párton belül. Ugye ismeretes Hruscsov titkos beszéde, ami óriási vitákat gerjesztett, illetve a fegyverkezés, a haditechnika fejlődése, illetve a békés koexisztencia is indokolta a sztálinista modell bukását, átalakítását. Nézzük is meg az 1956-os válságot idézőjelesen a katolikus egyház szemszögéből. Ugye az idézőjel nem véletlen, hiszen a katolikus egyház egyértelműen nem válságként élte meg a pártállammal szemben az 1956-os forradalmat. Ugye enyhülést, a hitélet és a karitász munka megerősödését eredményezte, illetőleg azt is meg kell erősítenem, vagy ki kell mondanom, hogy elenyésző politikai szerepvállalást vállalt magára a katolikus egyház ekkor. Ugye Mindszenty József az, aki ez alól egyfajta kivétel. És hát ugye ügyesen kihasználta a katolikus egyház a egyház korlátozásért felelős végrehajtó szervek zavarait, amik szintén nem 1956-ban indultak, hanem már jóval előtte. Meg kell említenem, hogy az 1951-ben megalapított Állami Egyházügyi Hivatal vidéki apparátusa, az úgynevezett egyházügyi főelőadók erőteljesen korrumpálódtak, és a belügyminisztériummal történő kapcsolatuk is megromlott, és ezt az egyház kihasználta, és hát ugye felpesdült a karitász munka és a hitélet, és egy tartós hatás figyelhető meg a vallásos rítusok, illetve a hittanórák tekintetében. Ez egy pozitív változás az egyház szemszögéből, ugye akár még BM dolgozók, belügyminisztériumi dolgozók, korábban lojális pártagság is ellátogat a templomokba, a vallásos rítusokba, beíratja akár hittanórára gyermekét, és ez még 1957-58-ban is megfigyelhető. A békemozgalom erőteljesen háttérbe szorul az 1956-os forradalom hevében, ugye Mindszenty József hercegprímás intenciói alapján. Ő gyakorlatilag megpróbálja rövid szereplése alatt, amíg gyakorlatilag el nem foglalja helyét az amerikai követségen, addig szétzúzni az államhoz mély lojalitást mutató békemozgalmat, és hát ugye ez változást idéz elő az egyházi kulcspozíciók tekintetében is. Tehát a példáját rengeteg ordinárius követés leváltja a békepapokat. A forradalom helytörténeti dimenziója, láthattuk, hogy az előadásomnak van egy országos dimenziója, illetve lesz egy helytörténeti dimenzió és egy személyes dimenziója. Ugye mondtam, hogy viszonylag kevés egyházi személy vállal politikai szerepet magára. Ez alól kivétel dr. Kis István, aki az egri érseki papnevelőnek a vicerektor, a rektor helyettese. Őt Brezanóci Pál káptalani helynök delegálja az egri forradalmi bizottságba, és ezt azzal magyarázza, hogy a vérontást el lehet kerülni azzal, hogyha egy egyházi személy is helyet foglal egy ilyen politikai szervezetben. Az állambiztonsági, illetőleg az Állami Egyházügyi Hivatal forrásaiból jól tudjuk azt, hogy ez gyakorlatilag a pártállami szervek figyelmét erőteljesen felkeltette. Ez az attitűd, hogy Kis az Egri Forradalmi Bizottságban tevékenykedett, de Borai Emil egyházügyi főelőadó, illetve Lénárd József főhadnagy később felveti azt, hogy Kis 1956. november 2-án egy gyászmisét celebrált a bazilikában, amelyben gyakorlatilag az 1956-os forradalomban elhalálozottak lelki nyugalmáért szólt. Ezt egyébként nem emelik ki Kis István portréírói sem, például Szecskó Károly vagy Kápolnai Iván, és hát ebből a gyászmiséből idéztem én. Ugye ezt nem szeretném felolvasni, inkább azt szeretném belőle kiemelni, hogy mik szúrtak szemet az állambiztonság alkalmazottainak. Ugye a magyar zászló kivívott címer kettős keresztel,
hát ugye az állambiztonság alkalmazottai egyből párhuzamba hozták Mindszentivel és a királysággal, úgymond Kis Istvánt. Holott ugye nyilván itt nem erről volt szó, ennek nem volt kifejezett politikai töltete, itt inkább csak a halottakért mondott ő egy beszédet. Voltak Heves megyében és az Egri Egyház megyében tipikus és atipikus megyei sajátosságai a forradalomnak. Ugye elmondtam, hogy Mindszenty József megpróbálta leváltani az államhoz hű békemozgalom tagjait magasabb egyházi pozíciókból. Ugye találtam erre vonatkozóan egy forrást az Állami Egyházügyi Hivatal elnök iratai között, és érdekes számokat találtam az Egri Egyházmegyére vonatkozóan. Az állampárt 1956 előtt 71 kulcspozíciót jegyzett fel az Egri Egyházmegye területén, és ebből gyakorlatilag 1956 előtt 17-et töltött fel úgymond haladó, demokratikusan gondolkodó papokkal. És hát érdekes az, hogy csak ebben az egy egyházmegyében nem érte veszteség a békemozgalmat ebben a tekintetben. Tehát mind a 17 stallumban, amit megszerzett az állampárt, ugyanúgy haladó személyek maradhattak, még ugye az esztergomi egyházmegyében, hogy egy példát hozzak, gyakorlatilag 35 kulcshely közül 15-öt elvesztett az állampárt a forradalom után, és erre nekem van egy hipotézisem, hogy ez miért történhetett így. Itt ugye Brezanóczi Pál, ekkori káptalani helynök, diplomatikus és a capiki úton történő haladásának a megvalósulása ez gyakorlatilag. Ő megpróbálta kivárni a történések végét, és csak azután cselekedni, és egyébként is jellemző volt az rá, hogy nem azt a fajta túlélési technikát, taktikát választotta, amit Mindszenty, tehát nem a szembeállást, hanem inkább a diplomatikus, kiegyező magatartás volt rá egyébként jellemző. És hát ugye az állambiztonsági, illetve az Állami Egyházügyi Hivatal dokumentumai között megjelenik egy bizonyos lista, amelyeket állambiztonsági frazeológiával élve Brezanóczi és az őt körülvevő reakciós kör készített azokról a személyekről, akiket leszerettek volna váltani magasabb egyházi stallumukból. Na most ezt a listát én soha nem láttam eddig semmilyen forráshoz hozzácsatolva. Nem tudjuk, hogy ez egyfajta rágalom, de ha létezett is, akkor is csak szerint, véleményem szerint csak az bizonyítja, amit elmondtam, hogy Brezanóczi inkább kivárta a dolgok lefolyását és a további történéseit a forradalomnak. Pozitív irányú változás fedezhető fel a vallásos rítusok tekintetében, ez ugye egy tipikus példa Heves megyében is, ezek megyei adatok, Heves megyei adatok. A húsvéti feltámadási körmeneten 1957-58-ban 48.750 fő vett részt, és ami érdekes és szerintem atipikus az országos példák tekintetében, az 1959-es év, amikor láthatjuk, hogy megugrott a rítuson résztvevők száma, 59.700 fő. És ugye Kálmán Peregrin ferences szerzetes végzett szintén állami anyagokkal alátámasztva egy kutatást, amiben ő azt mondja, hogy az 1950-es évek második felében 58-tól 59-től visszaesés figyelhető meg országos szinten, és ezt ő azzal magyarázza, hogy az ateista kampányt felturbózták állami szintről, illetőleg megindult az egyházüldözés komolyabban. Látható, hogy Heves megyében ekkora még nem indult meg ez a visszaesés. Én arra tudok következtetni, hogy a pártállami szervek egyfajta lanyha magatartást tanúsítottak ekkor. Még Borai Emil már idézett állami egyházügyi főelőadó azt mondta, hogy gyakorlatilag a pártállami szervek nem igazán foglalkoznak az ateista propagandával, de gyakorlatilag ő mindenkivel kritikus volt, csak magával szemben nem. Hát ezt is a források. A válság és a pártállam. Ugye érdekes, Borai Emil egyházügyi főelőadó, hogy érte meg a válságot, az 1956-os forradalmat. Az a Kis István bújtatta az Egri szemináriumban, akit ő gyakorlatilag 1957-től kezdve az állambiztonsági szervekkel megpróbált ellehetetleníteni. Erre vonatkozóan végeztem kutatásokat mind az Állami Egyházügyi Hivatal, mind az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában, és most nincs idő arra, hogy a mindenféle konspirációt és mindenféle különböző erőszakos módszereket itt bemutassak arra vonatkozó, hogy Kis Istvánt hogyan próbálták ellehetetleníteni. Legyen annyi elég, hogy 1960-ra magas vicerektori pozíciójából Szajlára disponáltatták gyakorlatilag állami beavatkozással, és innen pedig 1960. szeptemberében a székesfehérvári idős papok otthonába került 54 évesen, gyakorlatilag méltatlan körülmények között.
Az MSZMP lehetőségeit is érdemes megvizsgálnunk az 1956-os forradalom, az ő szemszögükből a válság után. Ugye azt mondhatjuk, hogy az archaikus módszerekhez nem nyúlhattak volna vissza, ezt már Kalmár Melinda történész állítja, és ebben egyet tudok vele érteni, hiszen ugyebár ez nem illet bele a ruscsovi elképzelésekbe, illetve a társadalom sem viselt volna el még egyszer olyan erőszakos beavatkozásokat, olyan típusú elnyomatást, amit 1956 előtt elszenvedett. Kalmár Melinda felveti a restauráció versus konszolidáció fogalompárnak a gyakorlatilag nem túl pontos használatát erre a korai kádárista korszakra. Ugye a restauráció az azt jelenthetné, hogy a párt visszafelé haladt az időben, ezt ugye nem tehette meg az előzőekben állított két szempont miatt, illetve a konszolidáció pedig elfedi azokat az erőszakos módszereket, amelyeket a korai kádárizmus magában hordozott, lásd például erőszakos egyházüldözés, a megtorlások, és a többi, és a többi. Ő azt javasolja, hogy használjuk a szovjet típusú rendszer szanálását erre a korszakra, ami szerintem működhet az egyházpolitika szinterén is. Viszont egyetértésben Rajnerem Jánossal és Kalmár Melindával elmondhatjuk, hogy a politikai rendszer alapvetően nem különbözött az 1956 előttitől, tehát a hatalmi struktúrákat nem írták felül, viszont a sorrendek felcserélődtek. Az ideológiai célok helyébe egyfajta modernizáció lépett. És nézzük az új típusú egyházpolitikát az előzőekben elmondottak fényében. Azt kell mondanom, hogy az 1956-os forradalom elbukása után az egyházpolitika nem képezte a súlypontos politikai kérdések körét. A párt intézőbizottsága 1957. március 5-én kezdett el először foglalkozni ezzel a kérdéssel. Itt még a restaurációs igényerő teljesen megmutatkozik. Mély beavatkozás történt az egyházak életébe. Erre azt gondolom jó példa az 1957. évi 22-es számú törvényerejű rendelet, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy plébánosi pozíciótól felfelé minden egyházi pozícióhoz állami beleegyezés kellett. Tehát mi ez, ha nem mély beavatkozás, illetve a békemozgalom reformja megindult, és ezzel együtt a klerikális reakció kiszorítása is, és visszatérve a személyes történetekhez, az egyházügyi főelőadók is visszatértek a közigazgatási megyékbe, illetve az egyházmegyékbe is, így Borai Emil is. Alapvetően azt kell róla elmondanunk, hogy ő váltig tagadta az állami egyházügyi hivatal előtt azt az esetet, ami Kissel megtörtént, ezt bizonyítják a jelentései is. Viszont az elnök iratok között találtam róla egy jellemzést arra vonatkozóan, hogy az állami egyházügyi hivatal vezetése meg van vele elégedve, hiszen szilárd magatartást mutatott a forradalom tüzében is, ha lehet így fogalmaznom, és azt is megtudtam, hogy külügyi pályára akart áttérni az állami egyházügyi hivatalból, és ez pont a hivatal vezetése nem akarta, és ez pedig az indokolta, hogy ekkoriban elég erőteljes káderhiánnyal küzdött az állami egyházügyi hivatal, ugye 1956 végén el is vesztette függetlenségét, illetve a korrumpálódások miatt kevés volt az a megbízható káderanyag, akire tudott volna támaszkodni, és Borai valószínűsítetően ezeknek a számát bővítette, már a megbízhatók számát. Változás jelent az 1958-as egyházpolitikai direktívák sorozata. Ugye 1958. június 10-én és július 22-én a politikai bizottság két határozatot ad ki, amelynek közös jellemzője az, hogy elválasztja a klerikális reakció, tehát az egyházi köntösbe bújtatott politikai reakció és a vallásos világnézet ellen történő küzdelmet. Ugye Kádár szavajárásával élve a klerikális reakció ellen tűzzel, vassal, golyószórval és börtönnel kell harcolni, tehát az adminisztratív módszereket sem szabad szem elől téveszteni. Még ugye a vallásos világnézet a szocializmus mellett egy hosszú távon még életben maradó káros világnézet, egyfajta ideológia, amely ellen a türelmes oktatás és propaganda módszereit használták fel. Itt azt gondolom a hosszú távú egymás mellett élésnek egy fontos mozzanat ennek a fajta egyházpolitizálásnak, hiszen ez egy új elem, hiszen Kádár azt mondta, hogy szükséges és lehetséges megegyezni az egyházakkal, és ez egy nagyon faramuci helyzetet idézett elő, hiszen ezzel a pártnak egy olyan hátsó szándéka volt, amit gyakorlatilag sikerült is véleményem szerint sok esetben végrehajtania, hogy a felsőpapságot és az alsópapságot abszolút szembeállította egymással,
annak, hiszen ugye a felsőpapságot rábírta arra, hogy félreérthető kijelentéseket tegyen, akár állami prominens személyekkel mutatkozzon, netán politikai szerepvállalást is magára öltsön, és ez nagyon-nagyon nem tetszett az alsópapságnak, és így nem is tudtak egymásra támaszkodni. De tény is való, hogy újszerű elemként jelenik meg, a Rákosi korszak durva egyházpolitikai metodikáihoz képest, és egyfajta modernizációt jelenthet. Egyébként megint egy vidéki példával élve, hogy mennyire jól ki tudták használni a kapcsolati hálójukat azok az egyházi vezetők, akik gyakorlatilag rá tudtak állni erre az új egyházpolitikai környezetre. Brezanóczy Pál 1959-ben gyakorlatilag fent járt az Állami Egyházügyi Hivatalba Old Károlynál tárgyalni magasabb egyházi pozíciókról, így kanonoki stallumokról, és meg tudta azt tenni, hogy a vidéki főelőadót maximálisan megkerülve tette meg ezeket a lépéseket, kihasználva az ő sajátos kapcsolati hálóját, a vízfejjel Budapesttel gyakorlatilag, és ez nagyon-nagyon nem tetszett Borai Emilnek. Felírt az Állami Egyházügyi Hivatalba ebbe az évbe, hogy gyakorlatilag a helynök rendszeresen megkerüli őt, és így tud kiharcolni magának bizonyos egyházi pozíciókat, és az utolsó diámhoz érek. Az enyhülés és a válság egyszerre figyelhető meg, ugye az egyház szempontjából 1956 egyértelmű enyhülést hozott, még ugye az állampárt szempontjából válságot. A restauráció versus szükséges modernizáció fogalompárok is szerintem tetten érhetőek az egyházpolitika szinterén is, és hát ugye a végrehajtók sokszor alkalmatlanok az újfajta egyházpolitikai környezet végrehajtására. Erre megint csak Borai Emil tudnám felhozni, akivel nagyon meg voltak elégedve egyébként az 50-es évek második felében, de 1962-től már sűrűsödtek gyakorlatilag a fekete felhők a feje fölött, és erre azt gondolom jó példa egy főosztályvezető helyettesnek a jellemrajza a Borairól, aki azt írja, hogy Borai Emil gyakorta vélt megyei érdekeket emel az aktuális egyházpolitika irányok fölé. Tehát ugyanazt a magatartási formákat gyakorolt, amiket magára öltött az 1956 előtti korszakban, hiszen ő 1954-től alkalmazottja volt az Állami Egyházügyi Hivatalnak, és egy bizonyos Csendes Károly, aki a legfőbb ügyész helyettese volt is, panaszos levelet írt Prantner Józsefnek, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének, hogy fogja vissza vidéki kollégáját, mert olyan vulgáris kijelentéseket tesz a jelentéseiben, amik nem méltóak egy ilyen magas beosztású káderhez. Az 1960-as évek második felére le is váltják. Ez egyébként tendencia az Állami Egyházügyi Hivatalon belül, már valakit az 1960-as évek legelején leváltottak egyébként a vidéki munkatársak közül. A legvégére a Rákosi korszakban egyfajta agresszív módszerrel támadtak az egyházakra, és így Gyarmati György azt mondja, hogy az egyházakat a Rákosi korszak a politikai pártok egyikeként kezelte, és ezért támadta ellene ilyen brutális módszerekkel. Még ugye a Kádár korszakban a nemzeti egységet próbálták kihangsúlyozni, és a tárgyalásos módszerek is előtérbe kerültek az adminisztratív módszerek mellett természetesen. És meg szeretném köszönni a figyelmet, én nem raktam képeket a diasorba, a végére szántam, ugye Brezanóczy Pál látható, illetve dr. Kis István Szecskó Károly munkájának a fedlapjáról egyébként, és hát Borai Emilről nincsen képem egyelőre, remélem majd lesz egyszer, és az Állami Egyházügyi Hivatal épületével szeretnék búcsúzni. Köszönöm a figyelmet.